princesa. Por las calles va Rebeca, va buscando su destino. Por las calles va Rebeca, va buscando su destino. Mit keresel itt? Ezek szerint visszajöttél, Rebeca. És hallja, minek jöttél ide? Jaj, de hülye vagy! Csak nem hiszed, hogy azok után, amit tettél, szívesen lépek be ebbe a parfészekbe. Ez egy szegény, de tisztességes ház. És most megkérlek, hogy menj el, mert kezdesz idegesíteni. Nem megyek, míg meg nem hallgatsz. Úgy tudom, te vagy Marcelita tanítónője. Miért? Biztos a sors akarta így. Nem hiszek neked, te szajha! Tudom, hogy kiderítetted, hol tanul a lányom, és elérted, hogy felvegyenek, hogy Marcelitán keresztül találkoztass a férjemmel. Én igazán nem akartam, hogy ismét közöm legyen Eduardo. Mégis itt vagy, és el akarod venni tőlem őt és a lányomat. Gondolj, amit csak akarsz, de most menj el innen. Nem akarlak többé látni. Próbálj meg kidobni, csak próbálj meg. Még szép, hogy kidoblak. Ne érj hozzám! Szuka! Szemét! Rimasz! Ereszel! Kifelé! Szajha! Engedj már el! Te hülye hiba! Hagyd abba! Te vagy a ingyó! Teljesen elment az eszed! Szajha! Várj, most megkapod a magadét! Rebeca! Ez már el! Hagyjátok abban! Ez a nő idejött a házamba, hogy megverjen! De hát mi történt? Megőrültél? Nem! Elegem van abból, hogy ez az átkozott mindenemből ki akar forgatni! El akarja venni a férjemet és a lányomat! Eduardo, már ne értek el! Hozzávedek Martinhoz! Figyelj csak ide! Egyik is lesz a tiéd, és jobb, ha az agyadba vésed! Ez már! Ez a nő mindig is gátlástalan volt. Annak idején ő intézte el, hogy Rebecát kirúgják a cégtől. Fogd be, te dagadék! Nem merész el sértegetni? Te nekem nem mondod, hogy fogjam be. Hülye vagy! Hajjam! Csak most kapsz! Gyere csak ide! Menj már innen! Gyerünk, tűnés! Ja, Istenem! Légy átkozott! Fejezd be! Tűnés! Majdnem kitépte a hajamat. Az az átkozott fúria. De ezt nem hagyom annyiban. Nem. Nem bizony. Ezt még csúnyán megkeserüli. Mit fogsz tenni, majd meglátod. Édes Istenem. Ez nem lehet igaz.